Jó estét kívánok, ez itt már a Kiemelő. Mai magazinunkban bővebb összeállítást láthatnak a Kiskörösön megtartott állami ünnepségről. Ezt követően megmutatjuk, milyen eredménnyel zárult a bűnelkövetés visszaszorítása érdekében összehívott kerekasztal. De először egy beszélgetést láthatnak professzor dr. Róna Tamás főrabival, a Magyar Honi Zsidó Imaegylet elnökével, aki a napokban vehette át a Magyar Érdemrend lovak keresztjét. Már is kezdünk. Idén is a nemzeti ünnep alkalmából adták át a legmagasabb állami kitüntetéseket. Professzor dr. Róna Tamás főrabbi, a Magyar Honi Zsidó Imaegylet elnöke, a Magyar Érdemrend lovak keresztjét vehette át. A kitüntetés kapcsán a feladatokra, a főrabbi és a szervezet munkájára és hitélet fellendítésére is visszatekintünk professzor dr. Róna Tamás főrabbival. Jó estét kívánok, köszöntöm a stúdióban. Bevezető után mindenek előtt engedje meg, hogy gratuláljak ehhez az igen rangos állami kitüntetéshez. Ugye a köztársasági elnök adományozza, és a miniszterelnök úr felterjesztése alapján, tehát azt hiszem ezzel érzékeltetjük, hogy tényleg egy igen rangos állami kitüntetésről van szó. Amikor megtudta, hogy ebben az elismerésben részesül, mi volt az első gondolata? Hát nagyon nagy hálával fogadtam. Köszönetet mondtam a jó teremtőnek. És az mindig jól esik a teremtett embernek, hogyha elismerik a munkánkat. És rögtön eszembe jutott egy héber kifejezés, a pardesso, ez azt jelenti, hogy gyümölcsliget. A gyümölcsliget, amikor magunk elé képzelünk különböző gyümölcsfákat, ahol éppen érnek a szebbnél szebb gyümölcsök, és a virágok is a legszebb virágukat mutatják meg. Ugye a szolgálatban az embernek ez mondjuk azt, hogy maga a szolgálat a legnagyobb ajándék, amit kaphatunk, és ezen az úton, hogyha egy ilyen elismerés érhet bennünket, azért hálásak vagyunk, én magam is hálás vagyok. Egy ilyen díj mindig ugye visszatekintés, ugye ahogy mondta is, hogy az elmúlt munkásságának megerősítése, elismerése. Miben és hogyan segít ez összegezni az eddigieket? Ugye az embernek néha meg kell, hogy álljon, meg kell egy pillanatra torpannunk, mert csak akkor tudjuk, hogy hova tartunk, hogyha tudjuk, hogy honnan jövünk. És egy-egy ilyen útban nagyon sok segítőkész vezet bennünket, család, barátok, mentorok, mesterek, tanítványok, és érdemes hálát adni és megköszönni mindazt, amink van. És ugyanúgy, mint ahogy egy művész, vagy egy gondolkodó, vagy egy költő képes a szavakban, a gondolatokban meglelni a végtelen mélységet, annak örülni, azt fejleszteni, abban tovább menni, ami már a miénk, ez mindig egy nagy áldás. És ez megerősít tett engem is abban a választott útban, amin eddig jártam, és ez a fajta visszatekintés pedig az embernek a hitét is megacélozza, és az előttünk lévő utat is, ami hát teremtett emberként nagyon gyakran sötétbe vezet ez az út, és néha-néha az ég magasságába kigyúlnak csillagok, amik pillanatról pillanatra megvilágítják az utunkat magunk előtt, de vannak olyan kegyelmi pillanatok, amikor csillaghullás van, és egészen távolra is tudunk tekinteni. Azt gondolom, hogy amikor az ember meg tud egy picit erősödni, ki tudja magát fújni, visszatekint, tehát tudja, hogy honnan jön, hogy hová tart, akkor még erősebben lehet látni talán a csillagok fényét. Ugye úgy mutattam be, hogy főrabbi és a Magyar Honi Zsidó Imaegylet elnöke is. Ez utóbbi feladatáról beszéljünk. Mi a fő küldetése a Magyar Honi Zsidó Imaegyletnek? A magyarországi zsidóságnak a nemzethez tartozó zsidó egyházi része az a neológ zsidóság, vagy régebben, a 19. században honosult kifejezés szerint a kongresszusi zsidóság. Ennek a hagyományos felekezetnek
nagyon sok értéke van, és ezeknek az értékeknek a megtartása, ápolása, az egyházi személyek segítése, illetve a különböző hitközségek idehaza, határon innen és határon túl támogatása, segítése. Nehéz helyzetben van a kárpátaljai magyarság, és miközben egészen emberfeletti munkát végez a református egyház, illetve a baptista szeretett szolgálat Kárpátalján, és a közösség, a 150 ezer magyar lélek is nagyon szorosan egymás kezét fogva, támogatva, segítve egymást éljük a mindennapokat. Ugye csak Kárpátalján számos hitközsége van a szervezetünknek, és ez egy nagy feladat, egy nagy szolgálat, hogy ezekben a nehéz pillanatokban is mindenféle segítséget meg tudjunk adni. Nem könnyű, mert hogy ma a határon csak humanitárius engedéllyel rendelkező szervezet vihet át élelmiszer alapanyagot. Nagyon nehéz helyzetek voltak, nem volt áram, nem lehetett fizetni, mert hogy a boltokban elektromos rendszeren keresztül lehetett volna fizetni. Szóval számos csapás sújtja a magyar ajkú közösségeket, és nekünk pedig kiemelten fontos, hogy segítsünk. Természetesen ugyanúgy Romániába, Erdélyben is jelen vagyunk, ott is vannak hitközségeink, akikkel együtt dolgozunk. Szóval ez egy kiterjedt munka, mindig vannak alkalmak, konferenciák, könyvkiadás, de leginkább a legfontosabb az a lelki szolgálat, amit végezhetünk, főleg úgy, hogy a remény és a boldogság megerősítése. Fölteszi a Szentírás a kérdést, hogy mi a legnagyobb bűn, amit az ember önmagával szembe el tud követni, és az egyik álláspont szerint az, ha boldogtalanok vagyunk. Tehát minden embernek szentírási kötelessége, hogy a boldogságát keresse, és ezt egy vallásos szervezetként segítenünk el a tanító szóval és a szentírás fényének a felemelésével. Ugye hitéleti szolgálat, közösségépítés, ezek mind-mind hozzátartoznak a munkájához, de ami mellett nem mehetünk el, az az oktatás, ugye egyetemi oktatás és az alsóbb szinteken az oktatás. Tankönyv, hittankönyv is fűződik a nevéhez. Erről a tevékenységről mesélne nekünk egy kicsit. Amikor az embernek van egy fügeligete, vagy egy gyümölcsligete, és ott vannak gyönyörű virágok, akkor ezeket a virágokat ápolni kell. Annyi napsütésre van szükség, ami egyensúlyba tartja a virágot, és annyi vízre van szükség. Ha túl sok a víz, az se jó, ha túl sok a csapadék, az se jó. Ugye vagy szárasság van, vagy pedig özönvíz, vagy pedig, hogyha túl sok a nap, akkor megégeti a virágot, ha pedig túl kevés, akkor nem is tud virágba borulni. És ez ugyanígy van az oktatásnál, a fiataloknál, a gyerekeknél. Kecskeméten is működik a várossal közösen a Fényes Adolf tehetséggondozónk, ahol felekezeti hovatartozás nélkül a kecskeméti gyerekek jöhetnek és tanulhatnak. Természetesen, hogy magát a keretet az is adja, hogy egy kicsit betekintést kapnak a zsidóságról, de azt gondolom, hogy ez fontos, mert hogy ez a kulturáltságnak, a világ ismeretének egyfajta alapvető mementója maga a Szentírás, és így a zsidóság. De természetesen tanulják a legmodernebb tudományokat, robotika, programozás, az MIT-n kifejlesztett robot nyelveket, ahol nem csak szövegszerűen kell tudni programozni, hanem ikonokkal, ahol a legkisebbeknek is ez működik, tehát maga a Legónak is van egy Lego Vidu programja, itt vannak együttműködő partnereink, a Dr. Code, vagy van tehetséggondozó atlaszkészítés, ahol a gyerekek, akik részt vesznek a programban, két járási pszichológussal készítették el ezeket a tehetségatlaszokat, megnézve, hogy a gyerekeket hol, milyen formába kell fejleszteni. És hát jó magam pedig
nagyon szeretem az egyetemi teret, és hát van módom egyetemi oktatóként segíteni a diákok munkáját. Hosszú időn keresztül az Országos Rabbi Képző Zsidó Egyetemen dolgoztam, tanszékvezetőként fejeztem be ott a szolgálatomat, a Szentírás és a Talmud Tudományi Tanszéknek voltam a vezetője, és azóta sem állt meg ez a folyam az életemben. A MATÉ-n, a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetemen, illetve a Szegedi Tudományi Egyetem Agrártudományi Tanszékén, illetve az izraeli Ben Gurion Egyetemen kóser kertkultúrával foglalkozunk, ahol én magam is nagyon sokat tanulok. Ugye a hagyomány láncolatában a tanulás is akkor működik, hogy az ember nem csak tanít, hanem tanul is. Két dolog egymást szinkronban kiegészíti, egyik sem lehet a másik nélkül, azt gondolom. Tehát egy nagyon aktív szakmai életre van módom, nagyon sok publikációval, könyvekkel, konferenciákkal, idehaza és határon túl, ami megpezsdíti az embernek a szellemét, és ami mindig lehetőséget biztosít arra, hogyha valami innovatív ötlettel találkozunk, akkor arra mindig nyitottak legyünk. Tavaly március végén tartották a Szentírási Közös Úton című konferenciát. Ez a konferencia honnan indult, miből táplálkozik, és idén miköré szerveződik, milyen programok várhatók? 2014-ben volt a második vatikáni zsinat Nostra Aetate bekezdésével a jubileumi évfordulója, és Tihanyban a magyarországi UNESCO szervezésében indult el egy nagyon fontos folyamat, ahol két esetenként három napig találkoztak az egyházfők, különböző témákban, előadásokkal, tapasztalatokkal, kiadványokkal tettük értékesebbé az együtt töltött időt, illetve, ami ennél is fontosabb, hogy nagyon erős kapcsolatok születtek, sőt barátságok. 2019-ig folytatódott ez a konferencia sorozat, és aztán a járvány megszakította ezt. 2022-ben viszont gondoltunk egy merészet, és Kecskemétre hoztuk feltámasztva ezt a folyamatot a Közös Úton című konferenciával. Ezt most idén folytatjuk. Április 4-ével lesz a konferencia második fordulója Kecskeméten, ami egészen kiemelkedő, mert hogy 19 egyházfőt várunk, tehát bárkit, akit érdekel, azt kérem, hogy jöjjön, lelkesítem, hogy vegyen részt a konferencián. 9 órakor fog kezdődni a Kecskeméti Zsidó Hitközségben, és aztán utána magára a plenáris előadásokra, illetve a kerekasztal beszélgetésekre át fogunk menni a református gyülekezet tisztermében. Végezetül pedig egy közös nyilatkozat aláírása lesz, mert hogy hisszük azt, hogy ha egyedül fogalmazunk meg üzenetet, azok a vastagabb falakon elvásnak, de hogyha a történelmi egyházak közösen teszünk hitet az értékeink mellett, akkor azok a legvastagabb falakon is áthatolnak. Főrabbi úr, köszönöm a beszélgetést, és azzal fejezem, amivel kezdtem, gratulálok az elismeréshez. Köszönöm, hálás vagyok. Hogy itt vagy. Köszönöm, hogy itt lehettem. Mindenek előtt a hit megtartásával, a családunk egyre szorosabb együttműködésével, szövetségesekkel, kitartással, erővel, lélekkel és szeretettel tudunk szabadnak megmaradni itt, a Kárpát-medence közepén. Ezt a Merejné Pataki Klaudia polgármester mondta Kiskörösön a március 15-i megemlékezés előtt. A településen rendezték meg az állami ünnepséget, ahol Orbán Viktor miniszterelnök mondott beszédet. Kiskörösön mondta el március 15-i ünnepi beszédét Orbán Viktor miniszterelnök délután 3 órakor a Petőfi szülőház melletti téren. Addig is több programmal várták a településre látogatókat. Gyertek ide föl, és akkor itt ki tudjuk színezni, jó? Reggel 8 órakor nyitotta meg a kapuit a Bács-Kiskun vármegyei önkormányzat Meseföld élménybusza, ahol a vármegyei értékeit, különlegességeit, legendáit, meséit és a helyi termékeket is megismerhették a vendégek. A buszt a Meseföld című megyei mesekönyv történetei és grafikai elemei felhasználásával alakították ki. 1:10-kor vette kezdetét a térzene a Petőfi szobor előtt a város fúvós zenekarának közreműködésével, ezt követően pedig Kiskörös első osztályos tanulóinak tűzték fel a kokárdát a város vezetői.
Domonyi László polgármester a rendezvényen hangsúlyozta, a kokárda a nemzeti függetlenség jelképe 1848 óta a magyaroknak. A Petőfi 200 emlékévek kapcsán idén Kiskörösön rendezték meg az állami díszünnepséget. Szinte teljesen megtelt a költő szülőháza melletti tér, ahol Szemereiné Pataki Klaudia kecskemét polgármestere is tiszteletét tette. A város vezetője többek között arról beszélt, hogyan tud nemzetünk továbbra is megmaradni a Kárpát-medencében. Igazságban a szabadság hangzott ez Kecskemét főterén, illetve a Kecskemét város dísztermében, városháza dísztermében az ünnepi gondolatoknál hallhattuk ezeket a szavakat. Igenis a szabadság, a nemzetünk, a hazaszeretetünk, az otthonunknak a védelme, biztonsága, a családunknak, a keresztény értékrendünknek a biztonsága az mindennél fontosabb. Közvetlen szomszédságában vagyunk a háborúnak, szomszédos országként azért veszélyben vagyunk, oda kell figyelnünk, és egy bölcs miniszterelnök és egy ország vezetéssel folyamatosan vigyáznunk kell a békénkre, a biztonságunkra, hiszen nem szeretnénk ezt a kis maroknyi népet bajba és elkeseredésbe sodorni. Dr. Salasz László országgyűlési képviselő is részt vett az ünnepi megemlékezésen. A képviselő ezt mondta, a költő jelképezi a magyar nép lelkét, ez a romantikus hevületű szabadság szeretet jellemzi a költőt és az egész magyar társadalmat. Petőfi Sándor jelképezi a magyar nép lelkét, ez a romantikus hevületű szabadság szeretet, ez jellemzi Petőfi Sándort, és ez jellemzi az egész magyar társadalmat. Nagyon fontos, hogy Petőfi szellemét továbbra is élénken tartsuk, hiszen 175 évvel a forradalom szabadságharc kitörése után, 200 évvel Petőfi születése után továbbra is ugyanazokkal a kérdésekkel szembesül a magyar társadalom, a magyar nemzet, mint amivel korábban. Rengeteg párhuzamot lehet felfedezni a két időszak között, hiszen mit kívánt a magyar nemzet 1948-ban? Békét, szabadságot. És ugyanezt kívánja most is a magyar nemzet. Azt kívánja a magyar nemzet, hogy ne vigyék a határon túlra a magyar katonákat, idegen hatalmak, idegen háborúba ne tudják belesodorni Magyarországot. Az ünnepségre sok kecskeméti is ellátogatott. Kecskeméten is nagyon szép ünnepség volt, de úgy gondoltuk, hogy mi eljövünk ide, elkísérjük egy páron, és Kecskemét üdvözletét is meghozzuk Petőfi szülővárosába. Akkor maradhat szabad nemzetünk itt a Kárpát-medencében, hogyha elsősorban is a magyarság határon belül és határon túl is összetart, és ha megpróbálunk semlegesek maradni, és mindenféleképpen a háborúból ki kell maradnunk. A Petőfi szülőház mellett tartotta meg ünnepi beszédét Orbán Viktor. A miniszterelnök azt mondta, minden magyarban van egy kis Petőfi, és Petőfiben ott van minden magyar. Orbán Viktor kiemelte, látjuk, ahogy fellázad, amikor idegenek akarják megmondani a magyaroknak, hogyan éljenek. Látjuk, ahogy szembefordul a világ hatalmasaival, akik újra be akarják olvasztani a magyarokat egy európai szuperállamba. Látjuk, ahogy odakanyarítja a 12 pont elé, hogy legyen béke, közölte. A kormányfő hangsúlyozta, sosem fogjuk megengedni, hogy a szabadság zászlaját kicsavarják a magyarok kezéből. A közbiztonság megerősítése és a jellemző bűncselekménytípusok számának visszaszorítása érdekében tartottak kerekasztal megbeszélést a déli városrészek képviselői a rendőrséggel és a polgárőrséggel karöltve. A cél, hogy még fokozottabb legyen a hatósági jelenléte a problémás területeken. Három választókerület képviselőivel egyeztetek ma a rendőrség, városrendészet és polgárőrség képviselői a városrészeket érintő legfontosabb problémákról. Éva Jánosné a 11-es, János István a 9-es és Sipos László a 12-es választókörzet képviselője kezdeményezte a mai beszélgetést. A városvezetés részéről megfogalmazódott egy elvárás, hogy intenzívebben legyünk jelen a közterületeken, és ezt próbáltuk most összehangolni a polgárőrséggel, illetőleg a rendőrséggel, természetesen valamennyi szernek a sajátosságait, igényeit, illetőleg lehetőségeit szem előtt tartva. Arra tettünk ígéretet, hogy március 29-ig egy intézkedés tervet dolgozunk ki, annak figyelembevételével, hogy mely területek a legérintettebbek a bűnözés szempontjából Kecskeméten, és ezeken a területeken próbálunk majd súlyozottan intézkedni, visszatérő jelleggel,
szem előtt tartva azokat a speciális vonásokat, amelyek ezeken a területeken érvényesülnek. Itt utalok a prostitúcióra, a kábítószer bűnözésre, illetőleg vannak olyan területek, ahol jelentős mértékben elszaporodott a vagyon elleni bűncselekménynek a száma. Dr. Németh Zsolt, a kecskeméti városrendészet igazgatója a helyszínen elmondta. Országos viszonylatban is kiemelkedően jó és hatékony a kecskeméti rendőrség és a városrendészek, illetve polgárőrök együttműködése. Tudatosan törekedtünk annak az álláspontnak az érvényesítésére, hogy a közbiztonság az egy kooperációs termék, és valamennyi rendészeti szernek össze kell hangolni a munkáját ahhoz, hogy egy bizonyos területen, adott esetben Kecskeméten, ez a kooperáció az egy nagyon jó biztonságot próbáljon eredményezni. Én azt gondolom, hogy eddig Kecskemét egy rendkívül biztonságos város volt. Most bizonyos értelemben, bizonyos szegmensében a bűnözés emelkedik ebben a városban, ugyanúgy, mint országosan, és hatékonyan kell tudni fellépni, ezért szükséges, hogy új intézkedési formákat vagy új technikákat tudjunk bevezetni ezen a területen. Függetlenül attól, hol járunk, egy bűncselekmény kategória esetén sajnos tetten érhető az elkövetések számának növekedése. Elsősorban vagyon elleni bűncselekmények jellemzőek, de aztán a város szinte minden területére jellemző. Korábban is megvoltak ezek, és az utóbbi időben is tetten érhető ez a jelenség. Illetve hát vannak a város különböző területein olyan speciálisan megjelenő bűncselekmény formák, amelyekről szintén már sok esetben volt is szó, és a mostani egyeztetésen résztvevő szervezeteknek is van erről tudomásuk, prostitúcióra, illetve kábítószerfogyasztás és az ahhoz kapcsolódó bűncselekményekre gondolok. A 9-es számú választókerületnek is vannak olyan részei, ahol ez fokozottan van jelen. A mostani megbeszélésnek az volt a célja, hogy megpróbáljuk megtalálni azt a formát, azt az együttműködési formát az érintett szervezetek között, amelyekkel hatékonyan tudunk fellépni ezen jelenségekkel szemben. Egy sokkal intenzívebb jelenlétet igyekszünk elérni ezeken a területeken, reménykedve abban, hogy az érintett bűncselekmény formák kicsit visszább szorulhatnak majd ennek következtében, illetőleg az ott élők számára is talán megnyugtatást jelent, hogyha sokkal nagyobb számmal és nagyobb rendszerességgel látják, hogy ezek a szervezetek, a közbiztonságért felelős szervezetek jelen vannak. Tulajdonképpen ez is volt ennek a megbeszélésnek a konklúziója. Az érintettek, a rendőrség, a városrendészet, illetve a polgárőr egyesületek abban állapodtak meg, hogy kidolgoznak egy olyan együttműködési megállapodást, amely közös járőrözésekre, akciók szervezésére irányulva biztosítani fogják a sokkal hatékonyabb és az eddigieknél is nagyobb létszámú jelenlétet az érintett területeken. Az önkormányzatnak az együttműködés szempontjából a koordináció a legfontosabb feladata, a három szervnek szorosan együtt kell működni a sikeres fellépés érdekében. A polgárőrségnek nagyon kevés a lehetősége. Figyelmeztethet, fölhívhat rendőrt, fölhívhat városrendészt, de hogyha ezt közösen csináljuk, és rögtön tudunk megoldást találni, mert ott ül egy rendőr, vagy egy városrendész az autóban, a polgárőr autóban, hogy Isten, akkor már rögtön tudunk intézkedni, és ezek hogy közelebb és hamarabbra tudjuk hozni az intézkedés lehetőségét, ezek nagyon sokat segíthetnek. A mai fórum eredményes volt. A hatóságok ígéretet tettek arra, hogy nagyon rövid határidővel, március 29-éig meghatározzák a pontos területeket, ahol fontos a fokozott jelenlét. Ezt követően pedig megkezdődhet a konkrét ellenőrzés is. A híróra végén a nap legfontosabb híreit láthatják egy percben. Következzen az Esti Gyors. Petőfi 200 emlékéve kapcsán idén Kiskörösön rendezték meg az állami díszünnepséget március 15-e alkalmából. Az eseményen Szemereiné Pataki Klaudia Kecskemét polgármestere és sok híres városi polgár is tiszteletét tette. A Városháza gyönyörűen felújított dísztermében tartották meg a városi ünnepséget március 15-én. Az ünnepi műsor azt dolgozta fel, hogyan vélekedtek a 20. század elején alkotó költők a 48-as eseményekről. A Hírosagóra és a Rádai Múzeum hagyományteremtő céllal gyertyás megemlékezést szervezett március 15-e előestéjére. A rendezvénypontban 18 óra 48 perckor vette kezdetét a Református Ókollégium bejáratánál.
A bűnelkövetés visszaszorítása érdekében hívott össze megbeszélést három választókörzet képviselője, Lévai Jánosné, Jánosi István és Sipos László, a rendőrség, a városrendészet és a polgárőrség intenzívebb jelenlétét szorgalmazta. Második alkalommal szervezett kihelyezett véradást a Ciróka Báb Színház. Az Itt az idő, agyvért, hogy segíts elnevezésű kezdeményezés résztvevői délután ingyenesen nézhették meg kísérőjükkel a János Vitéz című előadást. Kedves nézőink, hírórával holnap is várjuk Önöket este 7 órától. A híradóban a legfontosabb hírekkel, azt követően pedig a kiemelőben számos háttérinformációval, érdekességgel szolgálunk minden hétköznap. Én kollégáim nevében is megköszönöm, hogy ma este velünk tartottak. Számítunk Önökre holnap is. Viszontlátásra!